A Magyarországi Uniós pályázatok mintegy 4/5-ében állapított meg szabálytalanságot az Európai Csalás Elleni Hivatal. Hazánk a 2014 és 18 között kifizetett pénzek 4%-át fizetheti vissza. Közben a legfőbb ügyészség szerint a magyar hatóságok jól végzik a munkájukat. Az OLAF vezetője ugyanakkor Magyarországra látogatna. Jöjjön a témában egy rövid összefoglaló, utána pedig Ligeti Miklóssal beszélgetünk. Polt Péterrel és igazságügyi vezetőkkel is akar tárgyalni az OLAF vezetője Magyarországon, tudta meg a Euronews. Ville Itala a csatornának azt mondta, várhatóan jövőre utazik Magyarországra. Az Európai Unió csalás elleni hivatalának legfrissebb jelentése szerint ugyanis a magyarországi vizsgálatok 4/5-énél találtak szabálytalanságot. A 2014 és 2018 közötti uniós támogatások csak nem 4%-át fizettetné vissza az OLAF Magyarországgal. A magyar hatóságok azonban 20 ügyben nem indítottak eljárást. A legfőbb ügyészség szerint ugyanakkor a magyar igazságügyi hatóságok jó teljesítményt nyújtanak. Közleményükben azt is jelezték, hogy a magyar ügyészség az uniós átlagot csak nem 10% ponttal meghaladó mértékben emelt vádat az OLAF által kezdeményezett ügyekben 2012 és 2018 között. Ligeti Miklós, tehát a vendégünk, jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Jó reggelt kívánok. Van-e annak jelentősége, hogy az OLAF részéről Magyarországra érkeznek-e, ha egyáltalán érkeznek majd, mert egyébként a legfőbb ügyészség azt mondja, hogy hozzájuk nem érkezett ilyen megkeresés? Az OLAF, az Európai Bizottság csalás elleni ügynöksége viszonylag rendszeresen látogatja az egyes tagállamokat, bár tény, hogy ők nem egyfajta utaztatási ügynökség, tehát nem az a dolguk, hogy végiglátogassák a tagállamokat, de az előző OLAF igazgató Giovanni Kessler is többször járt Magyarországon. Egyébként a Transparency International Magyarországgal is tárgyalt, ő kereste meg a mi szervezetünket, nyilván törekedett arra, hogy többféle véleményt beszerezzen. Tehát önmagában az, hogy van egyfajta ilyen országvizitáció jellegű megjelenés, látogatás, elbeszélgetés az a normális működés része, hiszen azt gondolnánk, hogy a nemzeti tagállami hatóságok meg az uniós hatóságok beszélnek, kommunikálnak egymással. Ebben a történetben sem igazán ez az érdekes szerintem, hanem az, hogy lehet ezt úgy is szemlélni, hogy most akkor félig tele vagy félig üres az a pohár, egy kicsit mindenkinek igaza van, ebből az is következik, hogy egy kicsit vagy kicsit jelentősen mértékben mindenki téved, aki ebben a bejátszásban is megszólalt, már természetesen nem a riporter, hanem azok a hatóságok, amelyek az álláspontjukat elfoglalták. Tehát, hogy az ügyészség jól végzi a dolgát, hát valamennyi feladatot természetesen ellát, de azért a lényeg az ellátatlan marad. Ahogy az OLAF sem tudja a teljes magyarországi korrupciónak, vagy az Európai Unióból érkező összes Magyarországon landoló támogatást érintő csalásoknak a egészét, a maga teljességét vizsgálni, hiszen a 61 nehány ezer uniós támogatásból megvalósuló projektből néhány százat, 300 és egy nehányat vizsgál az OLAF, tehát a zöm mindenképpen a magyarországi hatóságokra maradna, úgyhogy érdemes kibontani részletében ezt a képet. Ugye azt szoktuk mindig mondani, hogy teljesen mindegy igazából, hogy az OLAF mit állapít meg, mert a Polt Péter által vezetett ügyészség úgysem indít majd eljárást. Ehhez képest ők egyébként azt mondják, hogy az OLAF által kifogásolt ügyek 45%-ában vádat emeltek. Azért mondom, hogy itt egy kicsit mindenki igazat mond, egy kicsit mindenki ezáltal téved is. Kerülném azt a megfogalmazást, hogy a Polt Péter által vezetett ügyészség. Azt nagyon fontos látni, hogy itt megosztott hatáskörben jár el az Európai Unió, illetve a tagállam. Elsődlegesen a tagállamnak, így Magyarország esetében a magyar állami hatóságunknak a dolga az, hogy az Európai Unióból érkező Magyarországot egyfajta gazdasági köldökzsinóron tartó támogatásoknak a jó, hatékony és szabályos felhasználását ellenőrizze és biztosítsa. Ez nem valósul meg. Nem azért nem valósul meg, mert az OLAF által jelzett ügyeknek a hány százalékában indul vagy nem indul eljárás, vagy az ilyen eljárásoknak a mekkora hányada végződik vagy nem végződik vádemeléssel, hiszen itt ugye, mint említettem, 60 ezernél több projektről és egy-egy finanszírozási ciklusban, a 2014-2020 közötti finanszírozási ciklusban 25 milliárd euróról van szó. Na most ebből, hogy 40 jelzett szabálytalansági ügyből 19-ben, 21-ben vagy 25-ben történik-e vádemelés, nagyjából mellékes. Ez nem fogja visszarántani, megfékezni a korrupciót. A probléma sokkal inkább az, hogy OLAF ide vagy oda, magyarországi hatósági felelősség ide vagy oda, az olyan magas szintet elérő, nagy volumenű, rendszer szintű visszaélés megvalósító korrupciós ügyekben, mint amilyen például az Elios ügy, vagy a Microsoft ügy, nem indulnak magyar nemzeti hatósági eljárások.
Tehát, hogy az emblematikus és adott esetben fogalmazunk úgy, hogy fontos személyeket érintő ügyekben nem indul, itt erre céloz? Arra célzok, egyrészt erre, másrészt arra, hogy van egyfajta rendszer szintű kudarca a magyarországi bűnüldözésnek és igazságszolgáltatásnak, és ez részben független az Európai Unióból érkező támogatások kezelésétől. Azt lehet mondani, hogy nagyjából az elmúlt 30 évben tapasztalható az a kudarc, hogy a fontos személyeket magában foglaló politikai jellegű szálakat is tartalmazó korrupciós vagy csalási visszaélési ügyeknek a teljes körű hitelt érdemlő a lakosságot, az embereket is megnyugtató felderítése elmarad. A Tocsik ügyről is csak annyit tudunk, hogy az valamiféle Tocsik ügy volt, szerintem nagyon kevesen vannak már, akik értik, hogy én most mire utalok. Viszont igazából pont azért, mert Tocsik ügy, meg nyilván nagyon sokat tudnánk felsorolni, mennyire a Fidesz kormány sajátossága ez? Vagy igazából tulajdonképpen a rendszerváltás óta mindegyik kormányról elmondhatjuk, hogy az ilyen típusú, fontos személyeket érintő gazdasági ügyeket sosem sikerült feltárni igazán. Minden kormányról elmondhatjuk, sajnos ez egy évtizedeken át ívelő kudarca a magyar igazságszolgáltatásnak és felelőssége a magyar politikának, de a 2010 óta hatalmon lévő politikai állami vezetés, egyrészt ugye mivel most éppen ők vannak már évtizednyi ideje hatalmon, elsődleges felelősséget viselnek a jelen dolgaiért, másrészt nem, hogy nem javítottak, de inkább rontottak azon az intézményi feltételrendszeren, az ügyészség jogállásán, működési környezetén, a bíróságok igazgatásán, a számvevőszéknek, a kormányzati ellenőrzési hivatalnak, tehát tulajdonképpen az egész korrupció ellenőrző vagy korrupció kontrolláló intézményrendszernek a minőségén, amelynek az lenne a hivatása, a dolga, a rendeltetés, hogy ezeket az ügyeket megfelelően, jól, megbízhatóan feltárja, kezelje. Az említett Elios ügyben is, Microsoft ügyben is az, hogy úgy mondjam, pestiesen fogalmazva, csak egy dolog, hogy indul-e vagy nem indul nyomozás, most talán a Microsoft ügyben. Ugye a Microsoft ügyben elindították a nyomozást, tehát azt, ott még nem tudjuk, ne prejudikáljuk azt, hogy nem lesz vádemelés. Nem, én egyáltalán nem prejudikálom, én azt akarom mondani, hogy alig van jelentősége már jóformán annak, hogy indul-e nyomozás, a pénz visszaszerezhetősége, és hát természetesen a megtörtént csalás meg nem történt tétele szempontjából. Egy utólagos nyomozás nem tudja az elkövetett bűnt visszacsinálni. Mi a... És ugye, itt is ugye 5 év telt el az események óta. Mi a fontosabb egyébként ilyenkor, ha már említette, a pénzeknek a visszaszerzése, vagy egész egyszerűen az, hogy olyan személyek ne tölthessenek be hivatali pozíciót, akik érintettek ilyen ügyekben? Természetesen van ennek egyfajta személyi szála is, tehát hogy a politikai családtagok ne vehessenek részt ezekben a gazdagodást eredményező üzleti vagy támogatás megszerzési eljárásokban, ügyekben, ez alapkövetelmény lenne. A pénz visszaszerzése most elsőrendűen az Európai Bizottságnak, illetve az Uniónak magának fontos. Tehát amikor a bejátszásban is elhangzott, hogy a Magyarországra érkezett 14 és 18 között Magyarországra érkezett támogatásoknak majdnem a 4%-át visszavenné az Európai Bizottság, ez valójában korrekciót jelent, tehát ezt a műkifejezést, szakkifejezést használja az Európai Bizottság erre az esetre, és egyáltalán nem jelenti önmagában azt, hogy az a pénz feltétlenül és végérvényesen elvész a tagállam számára. Ha Magyarország ügyesen sáfárkodik, akkor az egyes szabálytalansággal érintett projekteken visszafizetni rendelt összegeket más projektekre le lehet hívni. És önmagában persze a pénz visszafizettetése sem teszi a korrupciót, meg nem történik. Igazából pont ezt akartam mondani, hogy még tételezzük is fel, mondjuk ezt a 4%-ot vissza kell fizetni. Azért ennek olyan nagyon nagy visszatartó ereje nincsen. Tehát ahhoz képest, hogy a vizsgált ügyek 4/5-ében problémákat láttak, ehhez képest az, hogy a 4%-át kérik vissza a kiutalt uniós pénzeknek, az nem tűnik soknak. Gondoljunk inkább arra, hogy tényleg ez a rendszer, ez a megoldás, hogy pénz visszafizettetés, szabálytalanságok megállapítása nem tudja visszafogni a korrupciót. Ott voltak a természettudományos tantermek fejlesztésére szolgáló üveges programnak a botrányai. A kormány a mai napig titkolja, nekünk közérdekű adat megismerés iránti pert kellett indítanunk, hogy mennyi pénz bukott azon a magyar állam, tehát mennyit kellett visszafizetni. Ott vannak a roma önkormányzathoz, Farkas Flóriánhoz személy szerint is köthető Híd a munkavilágába projektnek a botrányai. Nem tudjuk, hogy történt-e magyar nemzeti, magyar hatóság által végzett olyan szabálytalansági vizsgálat, ami valamiféle visszaélést maga megállapított volna.
Erre is közérdekű adateljárást és pert kellett indítanunk a kormány ellen, mert nem hajlandó közölni, hogy egyáltalán észlelték, vizsgálták-e azokat a visszaéléseket, amelyeket egyébként az OLAF a végén mindig észrevesz. Hát vagy a legemblematikusabb példa talán tényleg az Eliosz, amelyet egyébként kivettek az uniós projektek közül. Tehát inkább azt mondta ugye Magyarország, hogy inkább nem kéri ennek az uniós támogatását. Nyilvánvalóan gondolom ez egyfajta indirekt beismerése lehet annak, hogy ott valami nagyon nem stimmel. Hát legalábbis ezzel sikerült megúszni azt a kellemetlenséget, vagy a felelősségre vonásnak azt a formáját, hogyha egyszer benne van az uniós kalapban ez az ügy, akkor hatásköre van rá az unió hatóságainak, az OLAF-nak, a bizottságnak, és folyamatosan kopogtatni fog az ajtón, vagy ütni fogja az asztalt a bizottság, addig, amíg a magyar állam valamit nem reagál erre. Hogy kivették ebből a kalapból, akkor azt lehet mondani, hogy Magyarország ugye nem történt semmi, mert a közbeszerzési hatóság, ahogy a Microsoft ügyben, úgy az Eliosz ügyben is azt bírta közölni, hogy hozzájuk hivatalos jelzés nem érkezett, tehát ők nem látnak semmit, ugye újságot nem olvasnak, a Eliosz ügyel kapcsolatban azt is mondhatnánk, hogy a szemüket nem nyitják ki, tehát nem látják, hogy sötét van a városokban. A magyar nyomozóhatóságok pedig ki tudja, hogy fognak-e hitelt érdemlően felelőseket találni ezekben az ügyekben. Nagyon köszönöm, hogy itt volt ma reggel, és elmondta mindezt. Köszönöm szépen én is.